Tehát amit most el kell mondanom, azt igazából röviden az Élő Világegyetem könyvének a lényegére alapozom, ami tulajdonképpen egy olyan tudományos világkép, ami a fizika mellett a biológiát is figyelembe veszi, mint önálló tudományt, és a pszichológiát is. Tehát az anyagtudománya mellett az élet, mint önálló valóság, és a gondolat, a szellem, mint alapvető valóság, szintén a világegyetem alapvető végső valóságát alkotják. És így tulajdonképpen a fizika mellett a biológia is egy önálló tudomány, és a pszichológia is egy önálló tudomány. És így jön létre egy olyan egységes tudomány a tudomány történelmében először, ami a világegyetemről tulajdonképpen az első lényegében teljes világképet alkotja, ami azért fontos, ezzel tudok lépni. Köszönöm. Ami azért fontos, mert addig, ameddig csonka világképünk van, és azt gondoljuk, hogy csak miután egyetlen egy tudományunk létezik a mai nap, a fizika, az egyetlen egy exakt tudomány, és mindent ennek a szemüvegén keresztül nézünk, ezért úgy gondoljuk, hogy csak az anyag az, ami valóság, és az összes többi az mellékes. Így nem lehet teljes életet élni, mert ez csak részigazság. Tehát ez nem egy egészséges szemlélet, hanem egy olyan szemlélet, ami a rovására megy annak, ami ezen kívül van. Mi van ezen kívül? A lélek és az értelem. És hogyha valami a lélek és az értelem ellen van, akkor az ellen van, ami irányítani hivatott az anyagot, tehát ez így egy alapvetően beteg szemlélet. Én úgy gondolom, hogy a világegyetemnek a lényege a három közül, az anyag, az élet és a tudat közül az az élet, és egy nap mindannyian rá fogunk ébredni arra, hogy az élet nem egy parányi cikra valahol a testünk mélyén, hanem egy hatalmas, elemi erejű, a mindenséget magába ölelő valóság. A világot igazából csak egyetlen egy ponton lehet, egyetlen egy végső valóság van, amin az egész világegyetem alapszik, ez a világ archimédeszi pontja, és az az élet. Csak az élet örök és biztos értékként tudatosítása alapozhatja meg az emberiség jövőjét, amiről most szeretnék egy rövid képet alkotni. Az Élő Világegyetem könyvének a megírása következtében jött elő egy olyan, ez sikerül ezzel léptetni? Igen? Igen, próbálom, igen. Így, ezzel se, ezt hogy fordítva kell fogni? Nem? Aha, jó. Biztos jó valamire. Igen, tehát erről a könyvről van szó. Na most akkor, röviden, hogyha a világegyetem él, akkor van belső világa. Az a belső világ, az igazából azt jelenti, hogy van közvetlenül elérhető létmódja. Vagyis tulajdonképpen olyan, mint egy kozmikus elme. Ha a világegyetem olyan, mint egy kozmikus elme, mert nem csak a fizika alkotja, hanem még egy olyan nem igazán ezoterikus tudomány, mint a biológia és a pszichológia is a világegyetem lényegét alkotja, és ez a három együtt egy lényegű, egy közös lényeget alkot, és ez az egységes természettudománynak az alapja, akkor a világegyetem úgy fogható föl, mint egy kozmikus elme, és az emberiség ebben a kozmikus elmében létezik. Ha az emberiség egy kozmikus elmében létezik, akkor az emberiségnek van valamiféle természetadta feladata. Az emberi társadalomnak, az emberi egyénnek van valamiféle természetadta feladata. Nem önkényes célok alapján tetszőleges magunk létrehozta, magunk koholta célok érdekében kell élnünk és tengődnünk, hanem van nagyszerű természetadta célja az életünknek, egyéni és közösségi szintén egyaránt. És ez az emberiségre vonatkozóan ez azt jelenti, hogy az ember ennek a kozmikus elmének egy fontos agyközpontja. Na most, hogyha az emberiség ennek a kozmikus elmének egy fontos agyközpontja, az azt jelenti, hogy a mai világban, ami arra épül, hogy az emberiséget atomizálja, tulajdonképpen ezt a kozmikus agyközpontot atomizálja, nem csak a nemzetek fordulnak egymással szemben, hanem igazából minden lény, minden ember igazából a másik rovására igyekszik fordulni, és ez pedig valami olyasmi, mint hogyha az agyközpontunkban az egyes sejtek egymás ellen fordulnának, és amikor mondjuk én azt szeretném, hogy behajlítsam a kisujjamat, akkor ehhez sok minden kell, és akkor miközben ezt szeretném elérni, közben a beszédközpontom és a mozgatóközpontom összevesznek, hogy te most szeretnéd, hogy behajlítsad a kisujjat. Hoho, de a múlt héten a beszédközpont azt mondja a mozgatóközpont, múlt héten nem azt csináltad, amit én mondtam, hát most akkor én nem csinálom azt, amit te mondasz, azért se hajlítjuk be a kisujjat,
nem fogom továbbítani a hírt, és így tovább. És addig, ameddig vitatkoznak, én meg ott erőlködnék, és kisem csak nem hajlik be az Istennek se, ugye? Tehát nem igazán működne jól a szervezetem, hogyha ilyen áldatlan állapotok működnének az agyközpontomban, semmilyen életképességre nem tudnék föntartani. Az, hogy egészséges legyen az agyközpontom, ahhoz arra van szükség, és az élet ezt megteszi csodálatos tökéletességgel, a tökéletesség szélső határát súrolóan, másodpercenként több százezer biokémiai folyamat megy végbe minden egyes sejtben, és ezek a tökéletesség szélső határát súrolóan célra vezetőek, és az emberi szervezet 60 ezer milliárd sejtből áll, és ezek a tökéletesség szélső határát súrolóan együttműködnek, nem csak egymással, hanem a szervezet magasabb szerveződési szintjével is, és ehhez hasonló együttműködésre van szüksége az emberiségnek ahhoz, hogy ennek a kozmikus elmének jó agyközpontja legyen. És hogyha a szervezetünk képes egy ilyen a tökéletesség szélső határa csúroló együttműködésre, az élet valami elképesztően hatékonyan tud együttműködni, hogyha ez lehetséges, és a saját szervezetünk tanúsítja, hogy igen, ez lehetséges, ez egy természeti tény, ez nem egy ezoterikus kinyilatkoztatás, nesze semmi fog meg jól, ugye, vakújvilág ne lásszem, hanem ez egy olyan tény, amin a saját létünk is alapszik. Tehát ezt be kell látni, ezt el kell fogadni, és hogyha ez lehetséges, akkor a társadalom szintjén is lehetséges. És hogyha lehetséges, akkor ennek a természetes célja az, hogy ennek a kozmikus elmének egy jó agyközpontja legyünk. Vagyis az emberiségnek ahelyett, hogy az önmeghasonlással foglalkozna és a kardjába dőlne naponta, ugye ahelyett esetleg arra is meg kéne kockáztatni, hogy arra gondolni, mi lenne, hogyha együttműködnénk egymással. Végső soron azt is érdemes lenne egyszer kipróbálni, hogy pár ezer év egymás gyilkolászása és egymás kijátszása után esetleg megpróbálni az emberhez sokkal inkább méltó együttműködést, és mégpedig az élet szerveződésének, a létteljességnek megfelelő érzés és értelem alapján. Na most úgy gondolom, hogy törvényszerű, hogyha a világegyetemet nem úgy tekintjük, mint élettelen anyagoknak a halmazát, amiben cél és értelem nélkül tengődünk és próbálunk valami koholt látszatot kicsiholni, hogy addig, ameddig itt vagyunk a föld életpályánkon, addig valamiben nyugtatgassuk magunkat, hanem belátjuk azt, hogy a világegyetem él, és így van egy természet adta értelem és egy természet adta érzésvilág, amiért érdemes élni és amit érdemes elősegíteni, sőt nem csak érdemes, hanem ez az a feladat, ami miatt itt vagyunk a földi testünkben. Ugye akkor kapunk egy olyan, fölismerjük azt a hajtóerőt, ami létünket elindította, és összekapcsolódunk a létünket valóságosan elindító, és valóságosan a szervezetünkben cselekvő erővel kapcsolódunk össze tudatosan, és így magunkra találunk, és hogyha magunkra találunk, és az emberiség kialakítja ezt a természetes társadalmat, ezt a fajta együttműködést, önmagunkkal, az emberiség egymással, és ugyanakkor a természettel, akkor mi fog történni? Akkor egy csodálatos átalakulás zajlik le. Mert ez olyan változás fog megtörténni, mint a szervezetünkben, hogyha egy beteg agyközpontunk egy csapásra egészséges agyközponttá változik. Abban a pillanatban az ujjamat be akarom hallítani, és csodák csodája, én csak azt gondolom, hogy azt óhajtom, hogy hajol már be, légy szíves, kedves ujjam, de hát hogyan veszem a változásokat ahhoz, hogy anyagot a tudatommal mozgassak, ugye? Mindenesetre én ezt a hajmeresztő igényt formálom, hogy ezt az anyagot én szeretném megmozdítani, és hogyha az agyközpontjaim rendben vannak, akkor a tudatom rá tudja bírni az anyagot arra, hogy pontosan a tetszésem szerint viselkedjem. Ha ez megtörténik, mi történik akkor, hogyha a kozmikus elmének lesz egy jó agyközpontja, attól kezdve ugyanúgy, ahogy az én szervezetemre egy agyközpontom egészségesé válása után, azon az agyközponton átáramlanak az érzéseim és a gondolataim, ugyanúgy attól kezdve, hogy az emberiség egy egészséges agyközpontja lesz ennek a kozmikus elmének, az emberiség minden egyes tagján átáramlanak a mindenség gondolatai és érzései, mégpedig életvitelszerűen reggeltől estig és estétől reggelig, hétköznap és hétvégén egyaránt. Tehát azt a fajta megvilágosodást, amit az emberiségnek a legnagyobb megvilágosodott alakjai átéltek életüknek egy-egy pillanatában, az tulajdonképpen mindannyiunknak megadatott, de nem egy pillanatra, hanem az egész életünkre vonatkozóan. Ugye ilyen jóslatai, ilyen hajmeresztő jóslatai vannak az élő világegyetem tudományos világképének, és ez a célunk és ez a rendeltetésünk, tehát mi hihetetlenül jól járunk vele, tehát nem érdemes kihagyni ezt a lehet. Ezért érdemes küzdeni,
De nem csak az emberiség jár vele jól, hanem a mindenség is, mert egy beteg agyközpont helyett lesz egy egészséges agyközpontja, sokkal jobban fog a világegyetem cselekedni, hogyha egészséges agyközponttal rendelkezik, és hogyha ezt nekünk köszönheti, ugye, mert mi is részt vettünk abban, hogy az emberiség magára találjon, és megtanuljon emberhez méltóan együttműködni egymással, ember az emberrel is, igen, ilyen is, elvileg lehetséges, akkor elgondolhatjuk azt, hogy még a mindenséget is előbbre visszük azzal, hogy önmagunkat előbbre visszük. Tehát egy váratlan új távlatok rajzolódnak neki az emberiség előtt, amire eddig mi nem tudtunk gondolni, mert rendkívül el voltunk foglalva azzal, hogy átharabdáljuk egymás torkát, és ez már egy 2000-3000 éve tart. Egy kicsit már kezd kínossá válni néha, de utána új lelkesedéssel folytatja az ember, de szerintem én úgy gondolom, hogy ez nem való hozzánk, és nem méltó. Na most a tökéletes társadalomnak, a természetes társadalomnak van egy közösségi alapelve, aminek az egyik titka a kaláka elv. Ez a kaláka elv az azt jelenti, hogy egységben többre vagyunk képesek, mint külön-külön egyenként. Sok nyílveszőt együtt nem tudunk eltörni, miközben egyenként mindegyiket el tudjuk törni, de hogyha összeteszünk 5-10 nyílveszőt, tartja régi bölcsesség, akkor ugye már nincs az az ember, aki ezt el tudja törni. Sokan együtt, sokkal többre vagyunk képesek, mint külön-külön. Igazából a sejtjeink is külön-külön mire lennének képesek? Nem lennének képesek távcsöveket építeni, nem lennének képesek bejönni ebbe a szobába. De hogyha a sejtek kitalálják azt, hogy ho-ho, építsünk egy bizonyos szervezeteket, úgynevezett embert, és akkor mi majd képesek leszünk arra, hogy egymással összefogva, egymásra támaszkodva, a sejtek majd képesek lesznek besétálni ebbe a szobába, ugye akkor mindjárt már sokkal több lehetősége nyílik meg a sejtek előtt. Ugyanígy, hogyha az emberek képesek egymással összekapcsolódni, és képesek egy magasabb szintű élőlényt létrehozni azáltal, hogy egy magasabb szinten megszerveződnek, hogy egy olyan szinten szerveződnek meg, ami a világegyetem életerejével is összekapcsolódik, és az élet alapelveinek megfelelő magasabb szintű szerveződést hoz létre, akkor képes lesz olyasmire, amire egyébként soha. És ez valami olyasmi, amit mondjuk, hogy a pénzügyi nyelven elmondva, hogy más az, hogyha mindenki megtartja a maga pénzét a maga zsebében, és megint más az, hogyha létrehoz, beadja a közösbe, és akkor, hogyha úgy dönt a közösség, hogy most építünk egy házat, mondjuk a kaláka elv alapján, akkor abból sokkal nagyobb házat lehet építeni, mint amit egyébként külön-külön mindenki a saját pénzéből tudna építeni. És utána ugye miután fölépült az egyik sokkal nagyobb ház, a másik sokkal nagyobb ház is fölépülhet. Tehát a közösség együtt sokkal többre képes jutni, mert az egyéni lehetőségeket messze meghaladóan, hatványozottan, mértékben tud a közösség cselekedni. Tehát ez a bankokra is érvényes elvileg, bár a mai világban ugye a bankok azok nem feltétlenül ennek megfelelően gondolkodnak, de tulajdonképpen, hogyha természetes összefüggésébe helyezzük vissza ezt a gondolatot, ami a bankokat talán létrehozta valamikor, akkor ez lehetne a bankoknak a természetes feladata, hogy az emberi lehetőségeket, az emberiségnek, mint egy közösségnek közösségi célja érdekében kamatoztassa. Na most megszületünk bizonyos képességekkel felruházva. Az életünkben azokat a képességeket, amiket kaptunk, azok a tehetségünk, a képességünk, azok tulajdonképpen természeti kincsek. Elvileg ezek kirajzolják azt a lehetséges életpályát, amit befuthatnánk akkor, hogyha a tökéletesség szélső határa súroló életet képesek lennénk élni, amitől persze többé-kevésbé elmaradunk. De igazából nem csak erről van szó, mert lehetséges egy olyan valami is, ami tulajdonképpen mindennapos tevékenység, hogy a képességeinket tudjuk fejleszteni, és fejlesztjük is bizonyos képességeinket. Tehát, hogy mi van akkor, hogyha a tehetségünk és a képességünk természetet a kincsek, és mi a képességünket, a tehetségünket fejlesztjük, akkor tulajdonképpen a természeti kincseket gyarapítjuk, tehát nem csak föléljük azt a kincset, amit a természettől kaptunk, mekkora kincset kaptam, jól elvertem, ugye, hanem még gyarapítottam is a természet kincstárát. Ugye? Tehát ez a képességeink fejlesztése, az nem csak azért tartozik hozzá az ember lényegéhez, mert az embernek a lényegéhez tartozik, hogy meghaladja önmagát, mert akkor érzi igazán azt, hogy létezik és él, hogyha a saját képességeit meghaladja, hanem azért is, mert így a természetnek is ad valamit, valamit teremt, valamit hozzáad ahhoz, amit kap. Nem csak habzsol, nem csak fogyaszt, hanem maga is teremt, maga is hozzájárul a teremtéshez.
A természetes társadalomról, ugye mai társadalom, hogyan, és így nem csak a pénzügyi rendszert lehetne újra gondolni, hanem a társadalmat is. A társadalomnak a szerveződését, az élő szervezetet is úgy gondolják el, mint egyfajta piramis elvnek megfelelően hierarchikus, ugye? Vagyis alárendeltségi viszony, ugye? Van egy főmufti, és vannak az alárendeltek, ugye? Hát, hogy lehetne másként, ugye? Vannak az elsőrangú állampolgárok, és a másodrangú, és a huszadrangú valakik, és akkor ugye ahogy fütyül a magasabb beosztásban levő valaki, úgy táncol az alárendelt valaki. Na most az élő lényeket is így gondolják el, bármilyen hihetetlen, de mivel mindent a fizikának a szemüvegéből nézik, még az életet is, ami azért furcsa, mert a fizika az élettelennek a tudománya, hogy lehet az élettelen tudományának a szemüvegén keresztül értelmezni az életet, ez valami olyan paradoxon, mint hogyha mondjuk a feketének a fekete árnyalataiban szeretnénk értelmezni a fehéret. És akkor az, aki a fizikán belül értelmezi a biológiát, és majdnem mindenki, miután nincsen önálló biológiáról képünk, ezért szinte mindenki rákényszerül arra. Ezért az életet teljesen visszásan értelmezzük. És például az, hogy hierarchikusan alárendelt viszonyban, de nem is mellé rendelt viszonyban állnak a sejtek egymáshoz képest, mert ez az egész elképzelés, hogy vagy alárendelt, vagy mellé rendelt, tulajdonképpen azon az elképzelésen alapszik, hogy csak is a társadalomban játszott szerepek egymáshoz kapcsolása számít, és semmi más. Tehát a természet elmehet a sóhivatalba, a csillagvilág, hát ez ki van seprűzve, ugye, mert jön a nagy társadalmi hatalmasság, a beképzel felfújt hólyag, és akkor az meg jelenti, hogy a csillagvilág mit nekem, én sokkal nagyobb vagyok, mint a csillagvilág, és akkor ő majd megmondja, hogy ő, meg a másik, meg a harmadik az majd mit találnak ki önkényesen, valótlanul, mert a valóság az már régen ki van seprűzve, de akkor most ilyen viszont alakítunk ki majd olyan paradigmát, majd így, ezt, azt, amaz, mindez tökéletesen önkényesen, a valóságra egyáltalán semmi tekintettel, ugye, mert csak a mellérendelés és a hazugságoknak az egymáshoz rendelésének a mellé vagy fölé, alá fölé rendeltség viszonya számít. És csak ebben gondolkodik, és nem jut tovább, hogy nem kizárólag a társadalmi művi szerepeknek az egymáshoz való viszonya lehet a gondolkodás alapja és a társadalom alapja, hanem a természet adta valóság is. Hát, még ilyen merész gondolatot, ugye? Hihetetlen. Tehát, hogy az embernek nem csak a társadalomban kialakított szerepe a viszonyítási alapja, hanem maga az, amit a természettől kapott, az a életfeladat, amit mint egyén hordoz magában, és amit egyébként kutya kötelessége lenne megfejteni, értelmezni, megfelelően és valóra váltani. Tehát az az elképzelés, ugye, hogy a demokrácia nevében, a demokráciával való visszaélés, amit ma demokráciának neveznek, ugye ez egy olyan elképzelés, ami azt mondja, hogy a demokrácia attól demokrácia, hogy a hatalmat megosztják. Na most képzeljük el ezt, hogy egy családban mondjuk van az apuka meg az anyuka, és akkor azt mondják, hogy megosztjuk a hatalmat, ebben a körben én basáskodok, abban pedig te basáskodsz, egymásban nem szólunk vele, mindenki ott akkora hülyeséget csinál, amekkorát akar, és nem bánjuk, hogyha gyerekeink így nyomorodnak meg, ott pedig úgy nyomorodnak meg. A lényeg az, hogy basáskodunk egy jót. Ugye? Ez a demokrácia eszménye. Ennél még jobbat még nem talál ki. Tessék? A hatalom megosztáson alapszik, A hatalom megosztásban van a demokráciának a kulcsa, ugye megosztják a hatalmat. Na most a családban nem a hatalmat kellene megosztani, ugye? És nem az lenne az eszményi demokrácia családban, hogy a hatalmat megosztjuk, hanem valahogy értelmesen kellene viselkedni, de mondjuk ahhoz gondolkodni kellene. Az egy kicsit macerásabb, mint a hatalmat megosztani. Tehát úgy gondolom, hogy hibás alapokon gondolkodunk a társadalomról, a hatalomról. A hatalom maga egy olyan fogalom, ami, és maga a modern demokrácia, ami tulajdonképpen materialista, mert a mennyiségi többséget helyezi előtérbe, és ez pedig az értelmi, a dolgoknak az értelmi rendjét tolja a háttérbe. A természetes társadalom az tulajdonképpen egy olyan szerveződés, amely ahelyett, hogy hatalmi alá- és mellérendeltségi viszonyokban képzelni be magát, képzelni magát a valóság fölött állónak, ahelyett
A termékeket termelő, a lélek építő és értelem építő szerveződés lenne, nem alá és mellérendeltség egymáshoz képest, hanem a természeti adottságoknak megfelelő szerveződés felfedezése és érvényre juttatása. Azok, akik képesek a társadalom egészének az életét értelmesen átlátni, azok vívják ki a lehetőséget a társadalom irányításához való hozzájárulásra, a természet, az élet tisztelete, a népfelség, a valódi demokrácia eszméjének jegyében. És minden ember segít a társadalom, a szervezet egészének életében részvételre. A természetes társadalom nem felel meg pontosan, még nem is lehet a mintája teljes mértékben, és nem pontosan mondjuk az emberi szervezet, vagy a növényi állati szervezet a társadalomnak, hiszen az emberi szervezet és a legtöbb a növényi és állati szervezetben az egyes sejteknek úgy nagyjából megvan a helye, a természeti helye, de a társadalomban nincsen feltétlenül az embereknek a helye előre kijelölve, mert mi olyan mértékű az emberi önállóság, hogy mi képesek vagyunk fejlődni. Igen? Mit szeretné azzal tudni? 5 perc. Jó, hogy 5 perc? Köszönöm. Hogyha így mutatod, ez tökény sokkal. Jó. Tehát az egyes embereknek nincsen feltétlenül előre elrendelt helyük az nagy egészben, mert az emberi önállóság olyan mértékű, hogy mi magunk is képesek vagyunk hozzájárulni a sorsunkhoz, sőt, akár is, akármilyen furcsa, de még az előre menetelünkhöz is. Tehát képesek vagyunk még arra is, hogy fejlődjünk, vagy hogy nemesebbeké váljunk, vagy a lelki szellem, ahogy a tehetségünket, a képességünket képesek vagyunk gyarapítani, úgy a testi, lelki, szellemi nemesedésben is előre tudunk mozdulni. Ez lenne a társadalomnak a fő feladata, hogy a testi, lelki, szellemi nemesedést minősített esetében ugye kivívhassuk azt, hogy a társadalmi szerveződés, a társadalmi felemelkedéshez nagyobb mértékben járulhassunk hozzá. Tehát az a hatalom, ami a vezetéstől független, egy önálló, elvonatkoztatott birtoklás, vagy nem is tudom pontosan megfogalmazni, tehát az egy olyan természetellenes, mesterséges, feltétlen viszony, ami nagyon lényegesen különbözik attól a vezetéstől, amire viszont valóban szükség lenne a hatalom helyett. Tehát, hogy egy adott feladatot az a valaki irányítson, aki annak az irányítására a legalkalmasabb, annak az adott feladatnak az irányítására, de attól még nem következik, hogy mindenféle feladatot ő fog majd ettől kezdve irányítani, és mindenféle jövedelmet majd ő fog besöpörni. A vezetőképzés tehát a legnemesebb lelkület és a szellemiség kifejlesztésére irányul, tehát az emberi nemesedés lenne tulajdonképpen az emberi fejlődésnek a fő feladata. Egy pár idézettel szeretném befejezni. Az igazi szabadság akkor jöjjön el, ha megszabadulunk a nyugati oktatás, a nyugati kultúra és a nyugati életmód uralmától, mondta Mahatma Gandhi. És hogyha itt elgondoljuk azt, hogy a materializmus milyen hihetetlen mértékben uralja a mai oktatást, akkor talán közelebb juthatunk ahhoz, hogy ennek a lényegét megértsük. Einstein azt mondja, hogy igazából kész csoda, hogy a modern oktatási módszerek még nem ölték ki teljesen az áldott kíváncsiságot és érdeklődést, ugye, mert az önálló gondolkodás helyett a rabszolgaként a GPS visszaadásra összpontosítanak, különösen Magyarországon, az angolszász országokban talán kevésbé. Az oktatás egy személy kötelező erőszakos cselekedete egy másikkal szemben. A kultúra az emberek szabad kapcsolata. Most 18. század óta jött létre a kötelező oktatás. Ez is egy elképesztő mértékű beavatkozás az emberek életébe. A kultúra az emberek szabad kapcsolata. Az oktatás és a kultúra közötti különbség egyedül abban a kényszerben nyilvánul meg, aminek a gyakorlására az oktatás jogot formál. Az oktatás korlátok közé szorított kultúra, a kultúra szabad, mondja Leo Tolstoy. Na most Albert Schweitzer gondolatával zárnám, csak akkor válunk képessé igazi értékek létrehozására, ha képesek vagyunk igazi értelmet felismerni az életben és a világegyetemben. Amíg az életünket értelmetlennek tekintjük, addig semmiféle értelme nincs arra vágyni, hogy bármi is megváltozzon a világban. Annyira válunk képessé az egyetemes szellemi és anyagi haladásért munkálkodásra, amennyire megerősítjük, hogy a világ és az élet értelemmel bír. Szellemi és anyagi nyomorunk az élet filozófiájának elégtelenségében gyökerezik. Csak ha sikerül megtalálni a világegyetem erős és méltó elméletét, és ebből erős és méltó meggyőződéseket meríteni,
Csak akkor válunk majd ismét képessé arra, hogy egy új civilizációt teremtsünk. Még annyit szeretnénk hozzátenni, hogy a valóságban várható következő esemény ezzel kapcsolatban a Vágtázas Adaszavas koncertje március 7-én szombaton este a Budai Fonóban. Köszönöm szépen!